A hagyományok azért vannak, hogy a közösség fennmaradjon. Jól tudják ezt Pogányban, ahol a német önkormányzat 1998-as megalakulása óta szervez programokat. A falusi népszokások közül talán az egyik legnépszerűbb esemény a disznóvágás. Pogányban ezt a hagyományt elevenítette fel a német közösség. Sokan jönnek a faluból is nézni, mert sokan nem ismerik, nem voltak még ilyenen. Be akarjuk mutatni azt, hogy régen hogyan készültek ezek az ételek, mi volt az, amit az emberek ettek. Úgyhogy most is készül hurka, kolbász, üstben főzzük a töltött káposztát. A sváb disznóvágást a Pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesülettel közösen szervezte. A technológia semmit nem változott, tehát ugyanazval a technikával, ugyanúgy csináljuk most is, mint régen csináltuk. Talán az változott, hogy akkor az ember kényszerből csinálta, mert rá volt szorulva, hogy megtermelje a mindennapi betevőt, most pedig egy kicsit szórakozás. Bent a konyhán is nagy a sürgésforgás. Még a férfiak kint a disznót dolgozzák fel, az asszonyok sütnek, főznek. A rendezvényen a szervezőhölgyek kötényt, a férfiak pedig svájci sapkát viseltek. Reggelire stifolder a tavalyi vágásból, kenyérrel, aztán sütjük a májat, fokhagymással, almával, elkészülnek a ebédre a szószok, fokhagymaszósz, megyszósz, a húsleves egy másik konyhán készül, és közben idén készült egy kis belőspiritus. A sváb disznóvágás jó alkalom arra, hogy ezeket a régi szokásokat felelevenítsék és továbbadják a gyerekeknek, a fiataloknak, akik majd a remények szerint megőrzik és megtanítják ezeket az értékes hagyományokat a következő generációnak is.